Sziasztok emberek, üdvözlök mindenkit itt a legújabb videóban, amiben ismételten vasárnap játszunk telefonos játékokkal. Ez már egy ilyen szokás kvázi, úgyhogy ha nektek tetszenek ezek a vasárnaponta játszás telefonnal, akkor csapassatok rá egy lájkot nyugodtan. Mi pedig most nézzük egy igazi old school játékot, ugyanis a Capture Rope nevű játék, amit én az iskolában, esküdt tanítási szünetekben orvérzésig játszottam, de tényleg csomót játszottam vele, úgyhogy nézzük is meg. Úristen, de rég voltam itt, és annyira cuki ez a kis béka, vagy mi az Isten, és így tudom, hogy el kellett vágni, amúgy kijött már ennek a játékhoz, ennek a játéknak már egy ilyen remake változata, ami nagyon jól néz ki, nem kell köszönöm. Omnyom. Eszembe jutott, így hívják a karaktert, szóval kijött egy ilyen upgrade-elt változat, egy remake, és hát most azt is kipróbálnám, csak ahhoz kell, elrontottam, köszönöm szépen, kezdjük előről. Tehát úgy volt, hogy itt le, oké, és akkor itt kellett elvágni, csak megette. Nem jött össze itt a három csillag, pedig ezek nem olyan nehéz pályák, hogy próbáljam meg még egyszer, kérlek szépen, kedves játék. Hopp, így, oké. Megnyugodtam, nyugodt a szívem, megkapta a cukorkáját a pajtink. Aj, de rég volt, hogy ezzel játszottunk, Istenem, milyen szép emlékeket is ébreszt. Hé, ezt nem kellett volna még megenned, szép emlékeket is ébreszt. Nem, még mindig nem jó. Először ezt szágjuk el, majd ezt szágjuk el, és így eszi meg, erről van szó. Annyira nosztalgikus, open me, nem akarom kinyitni, ne, mi ez? Nem kell nekem surprise level, nem szeretnék, nem kérek, miért kötelez rá a játék? Ezzel akarok játszani, hát akkora probléma ez? Akkora baj ez? Aj, annyira a hangok, a zene, minden egyszerűen annyira nosztalgia, hogy az valami félelmetes. Milyen szomorú lett, hogy nem kapta meg, így. És akkor úgy emlékszem, hogy igen, hogy ki kellett pukkasztani, és így be is kapta a kis bekapnivaló cukorkáját a pajtink. Nem kell köszönöm továbbra sem. Borzasztóan nosztalgia ez a játék. Ez hihetetlenül nosztalgia. Fúj, de nagyon jó volt ez a játék annak idején. Csak kár, hogy ennyi reklám van benne. Hihetetlen reklámot kaptunk, hallod? Alig bírtam kilépni belőle. Na, ezek már nehezebb pályák. Aha, már rögtön itt az elején látom, hogy ez... Nem fog olyan egyszerűen menni. Ajajajajajaj. Igen, így. Ennyi. Meg lett mind a három csillag. Koncentrálni kell, mert ez azért egy kicsit logikai feladat. Komolyan mondom, ezek a reklámok nagyon durvák. Alig lehet tőlük szabadulni. Na ez itt jó lesz. Aha. Várjál, mert ez nem is olyan egyszerű, mint amire én gondoltam itt az elején, ezt nem így kellett volna megcsinálni. Aha, így, erről van szó, ilyen egyszerűen, ez még azért egy easy pálya. Easy peasy, lemon squeezy, menjünk. Kikapcsoltam az internetet ezen a kedves kis telefonon, hogy ne kelljen többet ezzel szívnom. Remélem most már akkor így jó lesz a játék. Aha. Ó, ezt elrontottam. Ez a gond, hogy egyszerűen annyira kiveszi belőlem a lendületet, hogy amikor csinál egy ilyet, hogy így megszivat. Melyiket kell levágni, ezt? Aha. Jó. Akkor most ezt. És belepül a szájába. Jó, oké. Jöhet a reklám, de tudjuk, hogy most az következik. Ó, nincsen. Hát ez nagyon érdekes, ez mit tud? Ja, hogy ez így elkapja, oké. Ezeket teljesen elfelejtettem már, pedig mondom, egy csomót játszottam ezzel. Mondjuk az nincsen meg, hogy miután mi következett, de mondom, egy csomót játszottam, nem kell nekem reklám, köszönöm szépen. Uha. Várjál. Oké. Jó. Oké. Jó. Ennyi. Annyira kell koncentrálni néha, ez ugye logikai és ügyességi. Ez csúzlis. Ugye? Ez az volt. Aha, na várjál. Ugye hát ez. Oké, és akkor most így, és puff, bele a szájába. Így kell neki. Ennyi meg egy Bumbleday. De miért nem ahhoz megy?
szerintem már az a vége lesz. Bakker. Hát ezt nem értem. Oké, ez megvan. Oké, ez is megvan. Kész. Egy bubit fel sem használtunk. Hát ez zsír. Köszönöm szépen. Miért így csinálják a játékban a tutoriálokat? Azért ezt nem így kellett volna. Omnyom! Még hiányzott egy. És akkor csak ide. Ez igazából nem is kellett volna ezt felhasználni. Valljuk be! Hát ez nem is kellett volna. Menjünk akkor. Induljunk. Puty. 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 És puty. Wow, ez is egy tök jó pálya volt. Igazából csak el kellett vágogatni a kábel. És ugye ennél van az, hogy... Igen. De szomorú lett szegény omnyom. Egyen. Ne! Erről van szó. Mondom, azért nem tudok beszélni közben, mert tökre koncentrálok. Ennyi. Ne! Elrontottam. Igen, nem sok hia volt. Oké. Jó. Oké. Na most még egyet akkor. De akkor is ezt kell elvágni, mert az feszül a legjobban. Gyorsnak kellett lenni, ez volt a titka neki, hogy nagyon gyorsan kellett elnyisszantani a dolgokat. Oké. Jó. Jó. És akkor most csak ide beküldjük. Tök érdekes, hogy valamelyik pálya iszonyat egyszerű, valamelyik meg amúgy tök nehéz, te atyaisten. Na várjál, ezt lendületből kell. Ez túlságosan lendület volt. Így. Ne! Mit csináltam? Fordítva! Nem jó, nem jó a szityú. Oké. Úgy. Oké, megnyugodtam. Rosszat nyomtam, mert előbb kellett volna. Szóval előbb kellett volna kipukasztani, mint sem elvágni. Köszönjük szépen megint Magnit. Magni. És ezzel most mit tudunk? Jó, amúgy nem tudtuk meg ezt a mágnest, nem adott nekem túl nagy magyarázatot, hogy mit tud a mágnes, de ezt tudta is. Ez mi a szöszkenőcske amúgy? Várjál, ez nem lesz így jó. Hát de ez így nem jó. Mert hogyha kiküldöm az egyik oldalra, akkor ugye így fog menni. Ez így nem, ez nem. Akkor itt van a gond. Az nem jó, mindenképpen az egyik szélét kell elvágni. Igen. Nem értem nagyon, nem fogom fel. Ó, várjál, ez talán jó lehet. Aha, így. És utána ezt elvágjuk, és... Ó, bakker, nem így gondoltam. Tehát ide, ezt, és... Bakker, nem, újra. Tehát ezt, elvágjuk ezt, és akkor így. De nem, az kéne, hogy így belendüljön. Így. Nagyon jó, és ki, és megint nem jó. Mondom, ezt lendületből kéne. Ne, ha ügyes lennék. Bakker, de az már megvolt! Sikerült! Úristen, most kell ügyesnek lenni, és megvan! Azt az eget neki! Na ez most nem volt semmi. Hát el is felejtettem, hogy ez a játék ennyire durván nehéz volt. Oké, ide. Ide. Jó. És csak bele. Ha mondom, az egyik pálya tök easy, a másik meg tök nehéz. Aha, csak úgy kell csinálni, hogy... gyorsnak kellett lenni. Ez volt a titka. Hányadik pályánál vagyunk? Az utolsónál.
Vagy legalábbis ebből a részből úgy látom, hogy az utolsó. Mit csinálsz? Ó, úristen, azt láttad, nem? Ez megint nem. Nagyon jó, kicsit itt pattogjon. És megvan. Ennyi volt. Ennyi volt, meg egy Bambi volt. Ezt a kartondobozos részt elméletileg, mindegyiket 3 csillagra, ez volt az első ilyen pálya rész, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de még van egy csomó, meg lehet, hogy még ebben is van. Na jó van, hogyha tetszik nektek, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírásra, és a nagyon menő pixelos és zsidós cuccokat ott tudjátok beszerezni magatoknak, továbbá a vadalatúj könyvet, az álomhozókat és a képregényeimet, már a Libriben, az Osanokban, és a Bookline-on, és az Alexandrában, és a Lyrában, szóval az összes nagyobb könyvesboltban be tudjátok szerezni. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!